Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Most tisztázódik valami, rendeződik valami a környezetedben. Miről van szó, hogyan alakulnak a dolgok, ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Itt ez a kép arra utal, hogy vannak jó gondolataid, terveid, de nem tudod, hogy lehetne ezt megvalósítani, hiszen minden olyan bizonytalannak, átláthatatlannak tűnik. De hamarosan valaki közeledik hozzád, és lelkesít téged. Ha a szerelmi kapcsolatról van szó, akkor itt ez a kép, ami a tűz elemét jelenti, utal egy testi közeledésre. De nem csak testi kapcsolatról lesz itt szó, hiszen megjelenik itt ez a kehely, és utal érzelmekre. Amit ez a kép még jelenthet, ha hivatalos dolgokról van szó, vagy a munkádról, akkor itt kitisztul valami, itt van a fény, rendeződnek a dolgok, jóra fordul minden, hiszen itt kivirágzik, itt gyümölcsözik valami. Az is lehet, hogy lesz egy munkahelyi ajánlat, ami téged lelkesít, és itt látható egy kreatív tevékenység, vagy egy spirituális terület. Itt ezen a képen látható egy királynő, és ez a királynő uralkodik a víz eleme felett. Te vagy ez a királynő, tehát bíz abban, hogy folyamodik minden, és rendeződik minden körülötted. Ha az asztrológia szemével nézem meg ezt a képet, akkor itt látható a halak jegye, a rák jegye és a szkorpión jegye, hiszen mind három a víz eleméhez tartozik. Amit a víz eleme még jelent, ezek az érzelmek, vagy a te intuíciód. Itt lehet egy munkahelyi ügy, ahol javul a helyzet, és akkor a kártyák azt jelentik, hogy itt van egy kreatív tevékenység, vagy egy spirituális terület. Ha párkapcsolatról van szó, akkor megvan itt a közeledés, a lelkesedés, és az érzelmek is. Hiszen mindkét kártya az érzelmekre utal. Sőt, itt is láthatók az érzelmek, hiszen itt vannak a kelyhek. Valaki közeledik hozzád, kinyitja ezt az ajtót, átnyújt számodra valamit, de erre oda kellene figyelni. Akkor is, ha a képen itt egy férfi és egy gyermek látható, a kártyáknak szimbolikus jelentése van. Utal a te tartásodra. És ez a fiatal fiú jelenti a te lelki társadat. Kimutatja az érzelmeit, viszont te nem figyelsz oda rá, vagy nem hiszel ebben. De itt vannak a lehetőségek, mint ahogy itt is látható, hogy mennyire, milyen gyorsan közeledik most hozzád. Ez a kép a köszönet. Vagy neked kellene köszönetet mondani valamiért, vagy valaki megköszön valamit, mert te jót tettél, segítettél másoknak. Vagy köszönet ezért a szerelemért. Vagy, ha a munkahelyről van szó, és itt lesz egy jó ajánlat, ez is azt mutathatja, hogy köszönd meg ezt a lehetőséget. Ezen a képen látható egy hölgy, és a kezében van ez az arany érem. Ez a hölgy téged szimbolizál. Figyelj oda erre az arany éremre, mert ez utal a te tudásodra, a tehetségedre,
a te értékeidre, a belső értékekre is, figyelj oda erre is, hiszen megérdemled azt, hogy minden tisztázódjon, rendeződjön körülötted. Amit ez az érem még jelenthet, az anyagiak, a munka, a hivatás, vagy jelentheti a föld elemét is. És a föld eleménél reális dolgokról van szó, hogy ez a terv, ami most még bizonytalan, ez megvalósul. Hiszen erre utal itt a föld eleme. Ez a kép utal a tisztító hatásra. Valami kitisztul körülötted. A kép azt is jelentheti, hogy a te tested olyan, mint egy tempel, ahol a lelked él, és ügyelj a belső erődre, a nyugalomra, a kiegyensúlyozottságodra. Figyelj oda a saját értékeidre, és az érzelmekre is. Tedd át magadat a félelmeken, a bizonytalanságokon, ezt kellene most tisztítani. De ez a kártya jelentheti azt is, hogy megvan nálad ez a spirituális terület, ez a tisztító hatás, és tudsz másoknak segíteni. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!